Az energiaszint növelése. Biztosan szeretne a jelenleginél több energiával és életerővel rendelkezni. Megismerkedni olyan ötletekkel és módszerekkel, amelyeknek az alkalmazása ugrásszerűen növelné jelenlegi életerő szintjét. Percről percre, óráról órára. Évek óta tanulmányozom az egészség problémáit, és 7 tanácsot adok, amelyek révén egészségesebbek leszünk, és növekedni fog életerőnk. Mindez csupán 5 dologra van szükség. A legelső a vágy. A második a definíció. Definiálni kell, hogy mit akarunk. A harmadik az elhatározás. Határozzuk el, hogy fölvesszük azokat a szokásokat, amelyekre szükség van az energiaszint növeléséhez. A negyedik az eltökéltség. A megfelelő kitartásra való képesség. Az 5. pont a fegyelem. Az a képesség, hogy rávegyük magunkat arra, amiről tudjuk, hogy szükséges egészségünk javításához. Akár jól esik, akár nem. Amíg csak nem válik szokásunká. Ebben az egész előadás sorozatban valószínűleg itt a legérvényesebb a megfelelések törvénye. Abban az értelemben, hogy a test, külső formánk visszatükröződése mindannak, ami belül megy végbe. Az ok és okozat törvénye szerint az életben tapasztalt okozatok oka az, amit a testünkbe, meg az, amit a tudatunkba befektetünk. És persze a megszokás törvénye, aki egészséges, annak a szokásai is egészségesek, aki beteg, főleg azért az, mert egészségtelenek a szokásai, különösen ami a testével kapcsolatos viselkedését és gondolkodását illeti. A test, az emberi test akár 100, sőt 120 évig is működhetne. Számos közelmúltban végzett kutatás eredménye szerint az élettartam 130 évre is kitolható. Ha megnézzük a hosszú élettel kapcsolatos kísérleteket, mindjárt szó lesz ezekről, azt látjuk, hogy Amerikában és Kanadában ma az átlagos várható élettartam 74,9 év. Ez azt jelenti, hogy a lakosságnak legalább a fele előbb hal meg. Van, aki 50-55-60 éves korában, és a fele ennél később. A mi célunk most rögtön az legyen, a vágyunk eltökélten arra irányuljon, hogy legalább 80 évet érjünk meg. Ha azt a célt tűzzük ki magunk elé, hogy megérjük a 80. évünket, akkor ügyelnünk kell mindenre, amit nap mint nap cselekszünk. Mit eszünk és iszunk reggel, délelőtt, délben, délután, este, hogy bánunk a testünkkel, hogyan alszunk, mennyit mozgunk, föl kell tennünk a kérdést. Ez elősegíti-e, hogy legalább 80 évig éljek, vagy pedig akadályozza? Márpedig az egészség szempontjából minden nagyon fontos. A testünk csodálatos, csodálatos gépezet. Energiát fejleszt, igen, energiatermelő organizmus, amely bőségesen termel energiát, és természetes állapota az egészség. Csodálatosképpen, ha egyszerűen felhagyunk bizonyos dolgokkal, akkor a testünk természetes módon sokkal egészségesebbé válik. Ez a természetes állapota. És ahhoz, hogy egészségesek legyünk, nem kell semmi különöset csinálni, csak föl kell hagyni azzal, amit helytelen üzemeltetésnek nevezünk. Egy gépet is tervezhetnek 100 év élettartamra, de ha helytelenül működtetik és nem tartják megfelelően karban, jóval előbb megy tönkre, mint kellene. Kutatási eredményeket is ismertetünk előadásunkban. Sok ezer, több százezer órányi kutatás a legkiválóbb egyetemeken kimutatta, hogy a bőséges energia és életerő titka az egészség, mely egyébként egyenlő az energiával. Mindenkori fizikai állapotunkat szinte bármikor lemérhetjük az energiaszintünkkel. Ezt tudjuk is. Manapság Amerikában és Kanadában mindenkit nagyon aggaszt a túl alacsony energiaszint. 7 dolgot kell tennünk. 7 igen-igen egyszerű, nem könnyű, de egyszerű dolgot, amelyek révén ugrásszerűen nő az energiaszintünk. Az első perctől kezdve. A legelső a megfelelő testsúly. A megfelelő testsúly döntő az egészség és energia szempontjából, hogy miért, két oka is van, egy fizikai és egy pszichológiai. Hogyha túlsúlyunk van, szörnyen igénybe vesszük a szívünket, szörnyen igénybe vesszük a többi szervünket, továbbá az izmainkat is. Aki már kapaszkodott fel lépcsőn, az tudja, mennyire fárasztó feljutni. Képzeljük el, milyen lehet bőröndel lépcsőt mászni, és gondoljunk arra, mennyi túlsúlyt cipelnek egyesek. Olyan ez, mintha valami nagy lépcsőt másztánk meg, vagy gyalogolnánk, de súlyos bőröndökkel. A test megterhelése nem érzékelhető, de óriási és igen fárasztó. A második tényező pedig az, hogy gyakran nyomasztó a túlsúly abban a világban, ahol mindenki karcsú, ahol a karcsúság a divat a magazinok címlapjain, az újságokban, a tévében, mindenütt. Ha mindenhol karcsú embereket látunk magunk körül a világban, és úgy érezzük, hogy mi el vagyunk hízva, az valódi lelki depressziót okoz, ami önmagában kimerítő. Hogy érhetünk el megfelelő testsúlyt? Egyszerűen.
Magunk elé képzeljük és mondogatjuk. Elképzeljük és mondogatjuk. Először is, ha az a vágyunk, hogy lefogyjunk, határozzuk el, legyünk eltökéltek, fegyelmezettek. Aztán képzeljük el és mondogassuk a kívánt testsúlyunkat, amíg alacsonyabbra nem programozzuk magunkban a súlyunkat. Ne feledjük, a karcsúság siker, a kövérség kudarc. A második pont a helyes étrend. Számos vizsgálatot végeztek élsportolók körében. Kutatják azoknak az étrendjét, akik a legtöbb energiát és életerőt birtokolják. És három lényeges, fontos dolog derült már ki az étrenddel kapcsolatban. Az első a kellő változatosság. Legyen változatos az étrendünk, sokféle ételt fogyasszunk. Ne kis számút, mert ha sokfélét fogyasztunk, valószínűleg hozzájutunk a vitaminokhoz és nyomelemekhez, amelyek az energia magas szintjéhez kellenek, bár nem az összeshez jutunk hozzá, hogy ezt mindjárt meglátjuk. A második pont a sovány fehérje. A sovány fehérje többféle forrásból származhat. Például szójából, halból, sovány húsból, stb. Nem pedig zsíros húsból és hasonlókból. Táplálékunknak körülbelül 15% fehérjét kell tartalmaznia. Úgyhogy vizsgáljuk meg napi táplálékunkat, és ha 15%-nál többet veszünk magunkhoz, az több, mint amennyire a testnek szüksége van. A harmadik pont a rostos szénhidrátok. A rostos szénhidrátok a gyümölcs és zöldségfélék. A rostos szénhidrátokból mintegy 75%-ra van szükség. Gyümölcs, zöldség, gabonafélék, magvak és a többi. 75% szénhidrát, mert a szénhidrát a tüzelőanyag, amelyet a testünk nap mint nap eléget. A spagetti, a salátafélék is ide tartoznak. Hogyha 75% szénhidrátot fogyasztunk, valószínűtlen, hogy hízunk. Ezen kívül mintegy 10% zsírra is szükség van, de 10%-nál nem többre. Ha 10% zsírnál és 15% fehérjénél többet fogyasztunk, azt elraktározzuk és nehéz lesz leadni. A negyedik pont a sok víz. Sok vízre van szükségünk. Naponta körülbelül 2-2,5 literre úgy találták, ami naponta körülbelül 8x3 decit jelent. Rendszeresen igyunk vizet. Ha oda megyünk a csaphoz, egy pohár vizet igyunk, ne pedig csak szürcsöljünk egy keveset. Ez a helyes étrend kulcsa. Végül pedig az utolsó pont. Ne táplálkozzunk hiányosan, de együnk keveset. A Kaliforniai Egyetemen elvégzett kísérletek során a közelmúltban patkánykísérletekben kimutatták, hogy ha kevés táplálékkal soványan karcsún tartják őket, de az étrendjük azért nem hiányos, akkor így növelik a tápértékét az elfogyasztott tápláléknak. Magunkra is vonatkoztatva kevesebb, de nagyobb tápértékű élelmet fogyasszunk. A napi kalória bevitelünk maradjon 2000 kalória alatt, és a kalória mennyiség 80%-át délután 2 előtt fogyasszuk el. Délután 2 előtt. Az fog történni, hogy fokozatosan lefogyunk, soványabbak, karcsúbbak leszünk, és sokkal több energiánk lesz. A laboratóriumi patkányok élettartamát úgy tudták 30-50%-kal növelni, hogy egyszerűen csökkentették az adagjukat. Nemi potenciájuk növekszik, intelligencia szintjük emelkedik, energiaszintjük úgy szintén, az alvás igényük viszont csökken. És mindez csupán a kevés, zsírszegény táplálék hatására. Ez a bizonyos 30-50%-os emelkedés az emberekre is érvényes. Azt jelenti, hogy ha élettartamunk most 74,9 év, elképzelhető, hogy esetleg akár 100, 110, 120 évet is megérhetünk az étrend megváltoztatása révén. Ezzel kapcsolatban sok izgalmas adat eredmény áll rendelkezésre. Egy másik fontos tényező a hármas számú, az ételek helyes társítása. Ez igen vitatott kérdés. Ezért azt ajánlom, hogy akit érdekel ez a téma, az olvassa el dr. Harvey és Marilyn Diamond könyvét, az egészséges életet. Ebben a könyvben arról írnak, hogy a mindennapi étrendünk mintegy 70%-ban gyümölcs és zöldségfélékből álljon. És mert, mint közismert, testsúlyunk 70%-a víz, étrendünk 70%-a víz alapú élelmiszer legyen. 70% gyümölcsből, zöldségből álljon, és helyesen társítsuk ételeinket, keményítőt és fehérjét ne együnk egyszerre. Tehát például zöldségfélét és fehérjét fogyaszthatunk. Vagy zöldséget és keményítőt. De fehérjét és keményítőt egy étkezés során ne fogyasszunk.
Én kipróbáltam ezt a módszert, és önöknek is ajánlom, mert bámulatos. A testsúly gyorsan csökken, az energiaszint gyorsan emelkedik. Mindez már 24 órán belül. A szerzők azt is tanácsolják, hogy reggelire sok gyümölcsöt együnk, más ne, és zöldségféléket és fehérjéket csak déltől fogva. Azt fogadják el ebből, amit jónak látnak. Az étrenddel kapcsolatban még el kell mondanom, hogy mindenki más és más. Mindenkinek más az anyagcseréje, és a kutatások szerint táplálkozási igényeink is eltérőek. Egyesek szervezetének tökéletesen megfelel a vegetarianizmus. Mások szervezete viszont sok fehérjét igényel. Mások a kettő között vannak, helyes arányban kell keverniük a fehérjét és a zöldség gyümölcsféléket. Az a helyesebb, ha kísérletezünk magunkon. Többféle étrendet próbáljunk ki, és az eredményt jelzi a közérzetünk, hogy mennyi energiánk van, jól alszunk-e éjszaka, elég karcsúak vagyunk-e, és így tovább. Jól meg tudjuk-e emészteni a táplálékunkat. Tapasztaltam, hogy ez az ételtársítás rendkívül hatásos, növeli az energiaszintünket, mert ha egyszerre fehérjét és keményítőt fogyasztunk, a gyomor savat és lugot is kiválaszt az emésztéshez. A savak és a lugok semlegesítik egymást. A fehérje és a keményítő nem bomlik le, hanem az emésztőrendszerbe kerülnek nagy, megemészthetetlen masszaként. Az emésztőrendszer az izmokból és az agyból elvonja a vért, hogy megpróbálja lebontani ezt a masszát. Ezért álmosodunk el, ha sokat eszünk. Ezért álmosodunk el délután. Testünk összes energiája a táplálékot próbálja megemészteni. És ne feledjük el, testünkben a legtöbb energiát az emésztés köti le. Több energiát köt le, mint bármi más. Úgyhogy ha sikerült csökkenteni az energiát, amit emésztésre fordítunk, akkor sokkal több energia áll rendelkezésre más célokra. Még visszatérek erre. Van három méreg, amit el kell hagynunk az étrendünkből. A három fehér méregnek hívjuk őket. E három fehér méreg, melyből majd minden házban van, a cukor. A fehér cukor, de a méz, barna cukor, melasz is, és a többi. A liszt, a fehér liszt, élettelen anyag, melyből minden tápértéket kivontak. És a só. Az átlagos amerikainak vagy kanadainak semmi szüksége sincs külön cukorra, de évente 67 kg-ot fogyaszt. Ez az egyik fő oka a cukorbetegségnek, amely egyre több és több idő előtti halálért felelős. A fehér lisztből készült termékeknek semmilyen tápértékük sincs. Sóból pedig egy átlagos amerikainak évente csak egy kilóra van szüksége összesen az étrendjében. Ennek ellenére egy amerikai 10 kilót fogyaszt. Ha csökkentjük a sófogyasztásunkat, viszont több vizet iszunk, nagy sómennyiség távozik belőlünk. Csökken a folyadékmennyiség, amely a testnek kell ahhoz, hogy a sót szuszpendálja. Sokan, akik felhagytak a sófogyasztással és több vizet isznak, 2-3 kilót is lefogytak pár nap alatt. Aki tehát el van hízva és túl sok víz van a testében, hagyjon fel az étele sózásával. Jön a negyedik pont. Szóval ne dohányozzunk. És csak mértékletesen ígyunk alkoholt. Semmi mással nem okozhatunk a testünknek készakarva olyan kárt, mint a dohányzással. A kutatások szerint körülbelül 32 betegséget idézhet elő. Ezek között szerepel az érelmeszesedés és a tüdőrák is. A tüdőrák mindinkább a második halálokká válik a világban. És a nőket ugyanolyan arányban pusztítja a tüdőrák, mint a férfiakat. Lehet, hogy létezik valami, amelynek elhagyása még hasznosabb az egészségre, mint a dohányzásé, de senki nem tud ilyesmiről. 32 féle betegség. Hagyjuk abba a dohányzást, hogyan tehetjük meg? Elképzeljük magunkat, mint nem dohányzót, sokat gondolunk rá. Mondogassuk, nem dohányzom, nem dohányzom, nem dohányzom, nem dohányzom. És képzeljük el magunkat nem dohányzóként, és bizonyos idő múlva akkor nem vonz a dohányzás. Persze nem lesz könnyű, de megéri a fáradtságot. Mértékletes, mértékletes alkoholfogyasztás. Nekem tetszik a mértékletes szó, de a terület szakértői szerint a mértékletes alkoholfogyasztás naponta körülbelül egy pohár. Napi egy pohár, heti 7 pohár. Ennél többet semmiképpen nem ihatunk, ha mértékletesnek akarunk számítani. Ha naponta 2 vagy 3 pohárral iszunk, nagy lépést teszünk az alkoholizmus felé. Az ötödik pont a megfelelő testmozgás. A megfelelő testmozgás aerob jellegű. Az ilyen testmozgás növeli az agyba jutó oxigén mennyiségét. Az agy jobb oxigénellátása gyorsítja gondolkodásunkat, növeli az intelligenciát, kreativitást. Továbbá az energiaszintünket is. Azoknak, akik aerob testmozgást végeznek, több az energiájuk, kevesebbet és jobban alszanak. És
Több energiájuk marad az élet élvezetére, értik, ugye? Jobb ételeket esznek, és tovább élnek. Okosabbak és kreatívabbak. Tehát milyen testmozgást javaslunk? A legjobb aerob testmozgások a sífutás, ez a legjobb sport, ezt követi az úszás, majd a futás, a kerékpározás, végül a séta. Bármilyen egészségi állapotban vagyunk, valamelyikre képesek vagyunk, legalább a sétára. Hogyha intenzív aerob gyakorlatot akarunk, akkor az a teendő, hogy lassan sétáljunk, de hosszú távon. Ha naponta 20-30-40 percünk van, már elmehetünk sétálni. Két mérföldet sétálunk hetente ötször, és rendkívül jó lesz az erőnlétünk, ha semmi más nem sportolunk is. Ha futni akarunk, az a fontos, hogy a szívműködésünk elég szapora legyen. 20 percig, heti háromszor. Ha ezt megtesszük, bekerülünk a népesség legegészségesebb 1%-ába. Ilyen egyszerű. Néha azt szokták mondani, sajnos nincs időm, hogy sportoljak, bármit is mozogjak. Nincs időm futni, nincs időm sétálni, nincs időm úszni. A helyzet azonban az, hogy ha jó erőállapotban vagyunk, ha több energiával rendelkezünk, akkor számíthatunk rá, hogy kitartóbban tudunk dolgozni. A munkánk színvonala is javulni fog. Kevesebb hibát követünk el, amelyet ki kell javítani. Kevesebbet alszunk. Kevesebb időnk esik ki gyengélkedés miatt. Nem leszünk betegek. Több energia és életerő lesz bennünk. Meghosszabbodik az életünk. Sokkal több időnk marad a munkára. Az a kérdés, erős-e az elhatározás, hogy sokáig éljünk? Nagyon sok emberrel beszéltem, aki sajnos azt mondta, majd később rázom helyre magam, később állok át más étrendre, később hagyom abba a dohányzást. Addig-addig, amíg egyszer ki nem derül, hogy halálos betegek. Elszalasztották lehetőségeiket, és már késő. A dohányzásról olvastam egy érdekes történetet a Reader's Digest-ben. A történet szerzője, ezt választotta mottóul. Előbb-utóbb abba hagyjuk a dohányzást. 20 éven át mondták neki, hogy szokjon le a dohányzásról, de sose tudta rászánni magát. Egyszer elment az orvoshoz, az ránézett, majd a röntgenleletre, és így szólt. Időrákja van, csak 2 hónapja van hátra. Az illető hazament, elrendezte a dolgait, megírta ezt a történetet, majd elküldte a Reader's Digest-nek. Mire az írása megjelent, ő már halott volt. Odaírták, meghalt tüdőrákban. A cikkben az állt, ha nem hagyod abba előbb, abba hagyod később, de abba hagyod. Mindenki abba hagyja a dohányzást. Legjobb még jóval azelőtt abba hagyni, mielőtt tüdőrákot kapunk, és már nincs remény. Na, az egészség 6. receptje az a megfelelő pihenés. Megemlítem itt az alamédai vizsgálatot, amely szinte páratlan felmérés a Dél-Kaliforniai Egyetem egészségügyi tanszékén végezte dr. David Bressler. Mi mindenre emlékszem? Kiválasztottak 7-8 ezer személyt. 20 évig figyelték sorsukat, egészségi szokásaikat. Kiderült, hogy a szokások közül, a legtöbb fontos egészségi receptet már megbeszéltük, amelyek alapos követésével hosszú életre számíthattak, az egyik a 7-8 órányi alvás volt. 7-8 órányi alvás. Az alvásról olykor meg szokták kérdezni, kérem, mennyi alvásra van szükségem? Mindenkinek más és más az anyagcsere ritmusa. Van, aki 8-9-10 órát alszik, mert lassúbb az anyagcsere ritmusa. Másoknak gyorsabb az anyagcseréjük, nekik 5-6 óra alvás is elég. Olykor, ha keményen dolgozunk, vagy sok stressz hatásért, több alvás kell. Máskor, ha nagyon izgatottak vagyunk, vagy lelkesedünk valamiért, kevesebb alvás kell. Figyeljünk magunkra, hallgassunk intuíciónkra. Azt is tudjuk azonban, hogy szokás dolga, ki mennyit alszik. A testünk lassanként megszokja, hogy éjszakánként egy bizonyos számú órát tölt alvással, és csökkenteni is lehet az alvásidő mennyiségét, ha mondogatjuk, elképzeljük a célt, átprogramozzuk a tudatalattinkat, hogy az alvásidő csökkenjen. Az Aludj kevesebbet, éj többet című könyvben azt tanácsolják, hogy naponta 15 perccel csökkentsük az alvásra fordított időt. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy kiválasztunk egy viszonylag nyugodt időszakot, amikor nem utazunk sehová. És ha mondjuk eddig 8 órát aludtunk, és le akarunk menni 6-6,5 órára, ami nagyon is lehetséges a kutatások szerint, akkor... Nos, akkor az első héten már csak 7 óra 45 percet alszunk. 7 óra 45 percet alszunk egészen addig, amíg úgy érezzük, hogy ennyi alvás már elég. Attól fogva 7,5 órát alszunk 1 vagy 2 hétig, és minél idősebbek vagyunk, annál több idő kell az új szokás felvételéhez. Körülbelül 6 hét alatt valóban képesek lehetünk 8 óráról 6,5-re lemenni. Ugyanis a testünk ettől fogva gyorsabban alszik. A testünkkel lassanként tudatosítjuk, hogy csak 6,5 órát alhat. Ezért az alvás gyors, mi változatlanul pihentek, frissek maradunk, és egy kis plusz időhöz is jutunk.
Olvastam egy történetet egy angolról, akit fiatal korában baleset ért, és amiatt, hogy akkor megütötte a fejét, egyszerre csak 45 percet aludt, és csak 2-3 ilyen 45 perces alvásra volt szüksége napközben, a fennmaradó időt jól kihasználta. Amikor aludt, mindig nagyon-nagyon mélyen aludt. Naponta 5-6-7-8 órával több ideje volt. Kihasználta az időt, tanult. 35 éves korára 7 doktorátusa volt, 7 különböző tárgyban, mert az extra idejét egyetemi tanulmányokkal töltötte. A hetedik kulcs a sikerhez, vagy az energiához, a természetes vitaminok és ásványi anyagok. Természetes vitaminok és ásványi anyagok. Mivel a legtöbb élelmiszert nagyban állítják elő, és evési szokásaink miatt is, egyszerűen nem jutunk hozzá a szükséges nyomelemekhez és vitaminokhoz. Meglepődnének, ha megtudnák, hogy sok embernek van hiánya egy bizonyos vitaminból vagy ásványi anyagból, amelyről még csak nem is tudnak, pedig emiatt csökken jelentősen az energiaszintjük. Vannak, akiknél cink hiány, olykor esetleg szelén hiány, olykor B12 hiány, máskor riboflavin hiány, vagy pedig kálium hiány miatt a szervezetünk egyensúlya felborul. Szervezetünk nem megfelelően működik, alacsonyabb energiaszinttel kell beérnünk. Tehát kísérletezzünk. Természetes forrásokból vegyük magunkhoz őket. Tiszta, természetes forrásokból. Sokféle vitaminról állítják, hogy természetes eredetű, mégsem természetes forrásokból származnak. A természetes forrásokból származó vitaminra példa az acerola cseresznye. Hatás szempontjából az acerola cseresznye C-vitaminja és az aszkorbinsavé 20 az 1-hez aránylik egymáshoz. Tehát 50 mg acerola cseresznye hatásosabb lehet, mint 1000 mg aszkorbinsav kristály. Mi magunk kísérletezzünk a vitaminokkal kapcsolatban. Igen fontosak egészségünkben és erőnlétünkben. Végül azt se felejtsük el, megismétlem, a siker kulcsa a vágy. Igazán szeretnénk sok energiával rendelkezni? Örökké akarunk élni? Meg akarjuk érni a 80. évet méghozzá teli energiával? A kettes pont a teendők definíciója. Mennyire akarjuk? Készítsünk tervet magunknak. Ha tervet dolgozunk ki, néhány állítás formájában, éjszakánként 6,5 órát alszom, többé nem dohányzom, súlyom, amennyit szeretnék, hetente 3-szor sportolok, és újra elolvassuk az állításokat, beprogramozzuk őket a tudatalattiba. Ez az önszuggesztív nevű folyamathoz vezet, és ténylegesen szükségét érezzük, hogy felvegyük azokat a szokásokat, amelyek megteremtik a kívánt energiát és életerőt. A harmadik az elhatározás. Határozzuk el, hogy megtesszük. Gyakran előfordul, hogy éppen a kezdés a legnehezebb. A negyedik pont az eltökéltség. Nagyon nehéz megváltozni. Emlékszünk még a szokás hatalmára. Nehéz megváltoztatni a szokásokat, de ha új, pozitív szokásokat fejlesztünk ki, melyek az energia magas szintjeihez vezetnek, egész életünkben hasznunkra válhat. Végül pedig itt van a legnehezebb dolog, a fegyelem. Ismerek egy szép régi mondást, amely szerint a fegyelem dekákat nyom, de a megbánás tonnákat. A fegyelem dekákat nyom, de a megbánás tonnákat. Még valami. A szeminárium elején azt mondtuk, hogy önértékelésünk szintje az, hogy mennyire becsüljük magunkat, kedveljük magunkat, szeretjük magunkat, az egészséges személyiség döntő tényezője. És valahányszor csak rávesszük magunkat, hogy megtegyünk valamit, ami a javunkra válik, ez növeli az energia és életerő szintünket. Önértékelésünk emelkedik. Jobban érezzük magunkat, több az energiánk, jobban kijövünk másokkal, és gyorsan haladunk afelé, hogy olyan sikeres emberek legyünk, amilyenek csak lehetünk. A kudarc nem más, mint lehetőség arra, hogy intelligensebb módon újrakezdjük. Henry Ford.